Új Buda büszkeségeit köszönhetjük itt az Új Budai Nagy Kávéház című műsorunkban Kovács Gyopárt és Kovács Harmat énekesnőket, illetve színésznő Gyopár személyében. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen a meghívást. Új Budáról indult a karrieretek mind a kettőtöknek. Gyopár, te már gyakorlott színész vagy, és a Színház Tudományi, illetve Színházi Egyetemnek a hallgatója. Harmat pedig most fog majd érettségizni a Nemes Nagy Ágnes szakképző művészeti iskolában. De akkor ezen kívül, hogy ide jártatok mind a ketten művészeti iskolába, mégis mit lehet tudni az új budai gyökereitekről, illetve arról, hogy milyen köze van ennek a karrieretekhez, Gyopár? Fú, hát én nekem egyből az jutott eszembe, amikor így új Budára gondoltam, hogy ezek a kezdetleges prózamondó és énekversenyek, vagy népdaléneklési versenyek, tehát nekem ez az első, ami beugrott, tehát ott kezdődött minden, és így köthető az én szívemhez az, hogy így valahol, tehát ugye itt kezdődött a karrierem, és ugye mi itt születtünk, tehát gyerekkorunk óta itt élünk, azóta is egyébként, és nagyon szeretjük ezt a helyet, és az összes legkedvesebb emlékem ide köthető, szóval... Mondj egyet! Hát például, ha most át kéne gondolni, akkor elsőre az jutott eszembe, amikor van egy kis játszótér az udvaron, és oda felmásztunk, mindig volt egy lombház, és oda felmásztunk, és akkor a barátaimmal arról beszélgettünk, hogy milyen jó lesz, hogyha felvesznek minket a gimnáziumba, és akkor azután meg is történt, az is ugye itt van a 11. kerületben. Ez a Nemes Nagy Ágnes. Ugyanoda jártam, ahova Harmat, drámaszakra, és akkor ott kezdődött ez az óriási színház imádat bennem, még inkább, és ott is tetőzött, aztán pedig nyilván még inkább. De hogy én ott nagyon sokat tanultam, és tényleg például ez ugrott be, ez is egy olyan emlék, ami számomra egy fontos, vagy kedves a szívemnek. Harmat, te is a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Iskolába jársz most, és mint kiderült a beszélgetés előtt, jövő héten lesz a 18. születésnapod. Igen. Isten éltessen. Köszönöm. Nem is jövő, mert ez a hét, nem? Aha, igen. Ezen a héten, akkor pláne. Most fogsz érettségizni, hogyan tovább, illetve most hol tartasz, hogy jutottál idáig? Hát nekem már nagyon kis gyerekkorom óta bennem van ez a kis színészet dolog, meg éneklés. Igazából nekem mindig nagyon nagy segítség volt az, hogy mellettem volt a Gyopi, mert mindig hasonló ízlésünk volt nagyon-nagyon sok mindenben, és tudtam, hogyha én ugyanabba az iskolába szeretnék menni, például ahová ő járt, akkor tudtam azt, hogy bármi van, ő segíteni fog ebben, és ez így is lett az évek alatt. Hát igazából a célom az, hogy a gimnázium után elmennék a színműre, az lenne a legnagyobb cél, hogy oda felvegyenek, és ott éljem le a 4 évemet. Aztán... 5 éves? Az 5 évemet. Úgyhogy egyet még húzz erre, Harmatka. és igen, a színészet, az éneklés nagyon-nagyon fontos az életemben. Most énekesnőként vagy ismert. Ugye 2015-ben, idézek egy lapot, robbantottad fel az egyik kereskedelmi televízió csatorna tehetségkutató versenyét. Akkor voltál 15 éves. És most... Énekléssel foglalkozol elsősorban? Hát járok külön énekórákra, igen. És szoktál fellépni? Hát nincsenek ilyen fellépéseim, nem nagyon szoktak lenni, inkább csak így a zuhany alatt. De igen, elég fontos volt nekem az a műsor, az X-faktor. Nagyon-nagyon sokat tanított nekem. Segített a kitartásban, abba, hogy mindig fejlődni kell, hogy figyelni kell, az, hogy legyek tudálékony. Nagyon-nagyon szerettem ott lenni, és a mentorházig jutottam el. Igen. És én alapvetőleg olyan ember vagyok, hogy mindent próbálok pozitívan felfogni, és abból is azt próbáltam így leszűrni, hogy rendben van, most ebből itt kiestem, nem omlik össze a világ, megyek tovább, és élem a kis életemet, és fejlődök tovább. Gyopár, te is először
énekesként kezdett, talán mondhatjuk, és aztán jött a színészet? Melyik áll hozzád közelebb? Hú. Ha választani kell, akkor a színészet. De sosem volt olyan, hogy egyik van a másik nélkül. Szóval nekem mind a kettő jelen volt az életemben folyamatosan, épp csak annyi volt a különbség, hogy amikor elindultam, én is, hát én 15 éves voltam, amikor elindultam. Van a tehetségkutató műsorban, és... Ez valami családi hagyomány lehet. Hát, ja. Az a beavatás. És nem az volt a fejemben, hogy én énekesnő szeretnék lenni, és világsztárként az összes színpadot felrobbantani, hanem ugyanúgy ott volt a fejemben, hogy én ugye akkor is kezdtem, akkor nemrég a gimit, tehát így egyszerre csináltam a kettőt nyilvánvalóan, és mind a kettővel ugyanannyira foglalkoztam, mind a kettő ugyanannyira foglalkoztatott, ettől függetlenül az a lehetőség akkor jött, és éltem vele, és szerettem volna élni vele, mert azt éreztem, hogy biztosan terel majd valamilyen olyan irányba, amerre én szeretnék menni, és nekem biztos, hogy jó lesz. Aztán pedig igazam is lett, mert nagyon sokat adott az a műsor nekem. Lényegében onnan indult az egész, az, hogy felfigyeltek rám. A Rising Star nevű műsor. És hogy lényegében onnan is indult az, hogy utána azért tudtam kezelni jól a negatív kritikát, meg tudtam látni benne azt, vagy meghallani azt, hogy mi az, amit érdemes megfogadni, és mi az, ami már egy ilyen túlzó, rosszindulatú emberi reakció inkább, és nyilván hozzászoktam. Tehát én emlékszem, hogy az első műsoroknál én iszonyatosan izgultam, és nagyon-nagyon bennem maradt ez az izgalom végig szinte, és nem tudtam leküzdeni ezt magamban. És aztán így, ahogy haladtam előre, sikerült, és erre például ezt nagyon áldom az eget, hogy ezt megéltem, mert hát szörnyű lenne ezt a szakmát csinálni, hogyha minden alkalommal szétizgulnám magam a színpadra lépés előtt, és azóta már nyilván úgymond rutinszerűen sikerül ezt véghez vinni. Ilyen szempontból is nagyon sokat adott, és hát a kitartásomhoz, meg az önképemhez is nagyon sok mindent adott hozzá, úgyhogy én hálás vagyok azért, hogy elindultam ott. Harmat, te hogy állsz ehhez a kérdéshez? Izgulás, kritikák? Én nem vagyok nagyon izgulós típus. Szerencsére. Igaz, hogy most, hogyha énektanárhoz jársz, és kevesebb a fellépés, akkor talán nem is vagy olyan stressznek kitéve? Hát mondhatjuk, de igazából úgy érzem, tehát úgy szokott lenni, hogy a színpad előtt van bennem egy nagyon kis izgulás, de az egy ilyen egészséges dolog, és ahogy fellépek a színpadra egyszerűen, mintha úristen, így hazaléptem volna, tehát hogy nagyon otthonosan. Ez a jobbik eset, ugye? Nagyon, az, ami az enyémet, a harmat ilyen szempontból. Nagyon otthonosan érzem magam iszonyatosan ügyes, és akkor a szerencséd is van, hogy olyan, tehát tényleg fellép a színpadra, és olyan az arca, hogy megváltozik egyből, és olyan szuggesztív tekintete lesz, hogy mindenki elnémul azon a helyen, ahol van, tehát ez azért nagy kincs. És nagyon különleges hangszíned van neked is. Köszönöm. Jopár, azt mondtad, hogy a színészet nem létezik éneklés nélkül. Van esetleg valami vágyad, hogy milyen szerepet játszanál el? Musicalekben is gondolkodsz? Ezt rosszul fogalmaztam, nem pont így gondoltam. Az én életemben nem létezik az, hogy nem akarok úgy élni, hogy egyik sincs az életemben. Viszont egyébként zenés darabokban is játszom, igen, szóval nem is hiányzik, mert hogy ki tudom élni ezeket a vágyaimat is teljes mértékben a színpadon. Számtalan olyan előadás van, ahol tehát vagy zenés darab, vagy musical, tehát ilyen szempontból egyáltalán nincsen hiányérzetem. Most leszel másodéves az egyetemen, és másodszori próbálkozásra vettek fel, igaz? Kétszer próbáltam, és most harmadjára vettek fel. Hogy érzed magad, miket tanulsz, úgy érzed, hogy meg fog-e valósulni a vágyad az egyetemnek, az ottani embereknek köszönhetően, mennyire tudsz belefolyni esetleg a szakmába már? Uh-huh. Én szerintem, hogyha az ember ezt a szakmát választja magának, akkor ő egész élete végéig tanul. És én szeretnék tanulni minden nap, tényleg minden alkalmat megragadva arra, hogy
hogy valahogy közelebb juthassak ehhez, az, hogy jobban megértsem azt, hogy mitől lesz valami igazi, őszinte, élő, vagy hogy mitől van az, hogy az embereknek, akik ülnek a nézőtéren, könnybe lábad a szemük, vagy kirázza őket a hideg egy adott pillanatban. És én azért mindent meg szeretnék tenni, hogy ezt minél magasabb fokra emeljem, és ezzel szerintem az nagyon nagy hatalom a mi kezünkben, akik színészettel foglalkoznak, hogy átadhatunk valami olyasmi dolgot, hogy megvan az erőnk hozzá, ahhoz, hogy bármilyen üzenetet hazavigyen utána a néző, amit a te szádból hallott, vagy egy olyan mozdulat, vagy egy olyan történés, amit párhuzamban van az ő saját életével. És én szerettem volna megragadni az alkalmat, hogy ezt továbbfejlesszem, ahogy tudom, akár a színpadon is, de akár az egyetemen is. És én nagyon örülök ennek, mert akár a lexikális tudásról beszélünk, azt is bőven van hova fejlődni, és ilyen szempontból is nagyon sokat ad, olyan szempontból, hogy tényleg milyen a közösség, és milyen embereket ismerhettem meg, vagy akár ugye nyilván a szakmai részéről beszélgettünk, tehát én nagyon élvezem, hogy tanulhatok. Van vágyad arra vonatkozóan, hogy mi az a szerep, amit majd a szakmát csúcsának tartanál? Nincs. Ezt sokszor feltették ezt a kérdést, és sosem tudtam válaszolni igazán, mert mindig az a film a kedvenc, ami éppen így új és megfogott, de például, hogyha zenésben gondolkozunk, egyébként én imádom a kaliforniai álmot, a La La Landet, és azt én annyira szeretném, hogyha megcsinálnánk egyszer színházban, mert tényleg zeneileg is teljesen az a világ, amit én szeretek, és szeretek énekelni, és képviselek, és egyébként meg egy csodálatos film, és nagyon szépen leírja, hogy milyen is az élet, tehát hogy nem mindig happy end, de valahol mégis, és megvan szerintem nagyon az igazsága ennek a filmnek, de hogy mégsem ez lenne az a film, amit azt mondanám, hogy a legmeghatározóbb az életemben, vagy amit megcsinálnék, vagy színházba adaptálni, tehát hogy nem tudnék választani, nem tudnék így mondani. Vannak nagyon szép szerepek, és azt remélem, hogy majd eljátszhatom egyszer, vagy leszek annyira jó. És film vagy színház? Hát, gondolkodj el harmad, tudom, mert neked is meg lesz ez a kérdés. Nevetek itt a háttérben, közben majd én is megkapom. Igen. Nehéz kérdés. Mind a kettőben megy. Más világ, mind a kettő, teljesen. Igazából, tehát hogy a színháznak nyilván ez a varázslat, ami ott van a színházban, azt nem lehet megfogni, és ugye nyilván rengeteg különbség van, most nem is szeretnék belemenni abba, hogy melyiket miért, nem tudok egyelőre. A színházat mondanám most, mert jobban belelátok abba jelenleg. De nagyon-nagyon érdekel a filmezés. Volt már alkalmam, hogy kipróbálhassam magam benne, de kevesebbet, mint a színházban. Így most azt mondanám, hogy színház, de közben pedig nagyon-nagyon érdekel, hogy milyen, amikor ugyanolyan gyakorisággal filmezel, mint amennyire színházban én most próbálok. Visszatérünk majd még rá. Harmad, te, ugye, ha jól tudom, illetve mondtad is, hogy az énekesi karrier mellett ugyanúgy majd színészetre is szeretnél fókuszálni. Most hol tartasz? Mi a vágyad? Hát éppen most... Ugye érettségizel jövőre, még igen. Ott maradsz egy évre, idáig ez elhangzott, és akkor színművészeti egyetem. Igen. Ott mit szeretnél tanulni? Filmben vagy színházban gondolkodsz? Hát Jézusom, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nem tudom, engem mind a kettő egyelőre ugyanúgy húz. Még nem próbálhattam ki magam színházba, se filmben, de mind a kettő engem nagyon vonz, teljesen más a kettő, és mind a kettőben ugyanúgy kipróbálnám magam. Szóval én sem nagyon tudnék így dönteni, hogy melyiket kéne választanom, hogyha kéne. Jó, akkor maradjunk az éneklésnél. Uh-huh. Mit szeretsz, melyik műfajához ad a legközelebb, mit szeretsz a legjobban énekelni? Van-e kedvenc darab, esetleg szerzel újakat, vagy gondolkodsz-e új dallamokban, harmóniákban? Hát nekem teljesen más az a stílus, amit én szeretek énekelni, vagy hallgatni. Oh. Tehát mondjuk én nem tudnék
elénekelni, mit tudom. Én például nagyon szeretem a hip-hopot, a rappeket is nagyon-nagyon szeretem. De például én ezt nem tudnám most így kiállni, nem tudnék kiállni a színpadra, és én ezt ugye elénekelni. De énekelni viszont előadónak a kedvencem például Billie Eilish. Tehát ő... Kim voltál most a szigeten? Nem tudtam kimenni, de nagyon-nagyon kint lettem volna. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem Billie Eilish-t. Olyan más, hogy tudja megfogni a lelkeket, olyan érzéki hangja van, olyan finom, olyan kecses, és nekem az a legnagyobb célom, hogy olyan érzékin tudjak énekelni, mint Billie Eilish például. Tehát neki nagyon-nagyon szeretem a munkásságát. És mit szeretsz énekelni te? Hát például Billie Eilish-t, az inkább az ilyen érzelmesebb, az tehát ilyen lassabb ő nem dalokat. Az a kategória, akit hallgatni szeretsz, de énekelni nem, hanem ő a közös metszet? Jól értem? Mondhatjuk, de például, hát ezt most igen kicsit rosszul fogalmaztam meg, tehát én például Billie Eilish ugyanúgy nagyon szeretek hallgatni, de vannak olyan műfajok, amit például nem tudnék színpadra rakni, de mégis szeretem. Szeretem, igen. És neked milyen műfaj, zenei műfaj áll hozzád közel, de beszélhetünk színházról is. Hogy itt milyen jellegű darabokat szeretsz, és miekben játszol a Kecskeméti Katona József Színházban. Szerencsére, mivel a Kecskeméti Színház egy vidéki színház, így minden műfajt lehet nézni. Ezért a színészeknek az egy paradicsom, hiszen akár milyenféle előadásról van szó, ha gyerekdarab, ha musical, ha zenés darab, hogyha prózai, hogyha vígjáték, és úgy prózai, vagy hogyha egy mély drámáról beszélünk, akár krimiről, tehát hogy minden ott van a palettán, és én ezt nagyon-nagyon szerettem, és nagyon kíváncsi vagyok a következő évadra is, hogy mi lesz. Mesélj erről egy szíves, az előző évadról, hogy mi volt a kedvenc szereped, és hogy mi várható a következő évadban. Mire készültök? Az előző évadban a kedvenc szerepem az Egy hónap falun című előadásból volt Verocska szerepe. Sajnos ugye már levettük, de ez volt, ami a legközelebb állt hozzá, viszont azt is nagyon szerettem. Tehát nem is akarok kiemelni többet, mert mindegyiket nagyon-nagyon szerettem. Ezen kívül meg ugye válaszolva az előző kérdésedre, de előtte visszatérek arra, hogy most ugye a következő évadban a Meseautó című darabot fogjuk próbálni, és az Ég tartja a földet is, még előtte bemutatásra kerül a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Egyébként meg, hogy én milyen zenéket szeretek hallgatni, én nekem most nagy szívfájdalmam, hogy el kellett adnom a lemezlejátszómat. Eladtam. Bakelit lemezjátszó? Igen, és most nagyon hiányzik nekem, ezért majd írjátok meg, hogy melyik a jó lemezlejátszó, kérlek, mert fogalmam sincs. Szenved. és én nagyon-nagyon szeretek régi bakeliteket venni mindenféle boltokban itt Budapesten, és ezek között ott van Dean Martin, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, Elvis Presley, tehát a legnagyobbak, Nat King Cole, mindenki. Én ezeket nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Natalie Cole? Hát igen, őt mondtam. Nat King Cole-t mondta, ő az édesapja. Ja, igen, őt akartam. És nekem az mindennél többet ad, hogyha berakok egy ilyen lemezt, és mondjuk meggyújtok egy gyertyát, és otthon főzök. Tehát nekem az a világ békével egyenlő. Mese, olyan mese. És én ezeket nagyon-nagyon szeretem hallgatni, viszont énekelni is egyébként. Tehát nekem nagyon megnyugtatja a lelkemet, az ilyen meditációval ér fel. De ezen kívül mindenevő vagyok. Szóval én is ugyanúgy hallgatok hip-hopot, ugyanúgy rappelt, ugyanúgy mindenféle. Én még az operát is tudom értékelni. Úgyhogy én minden evő vagyok, a mesezenéket is imádom, tehát nem tudok szinte olyat mondani, talán a metal áll a legtávolabb, tudom, azt nem hallgatom, viszont minden más egyébként, hogyha jó, akkor nagyon-nagyon szeretek hallgatni. Mennyire figyelitek egymás karrierjét? Például elmész a Margit szigeti előadására, Gyopárnak? Persze, én nagyon sok előadására elkísérem, nagyon szeretem nézni, nagyon büszke vagyok rá, hogy látom a színpadon, és látom, hogy annyira
annyira otthon van, és annyira otthonosan játszik minden szerepet, tehát igen, nagyon-nagyon szeretem nézni a színpadon. Figyelitek egymást a mindennapokban? Minden téren, tehát mint testvérek. Hogy érted? Nem kukkolásra gondoltam, hanem hogy a mindennapokban tartjátok el kapcsolatot, nem éltek együtt, tehát nem egy lakásban vagytok már, de gyakran jártok össze? Találkoztok gyakran? Vagy beszéltek? Mi egyébként egy szobában nőttünk fel. Tehát, hogy nekem volt egy padlásszobám, én azért lettem ilyen picén az ott, és azt gondolom, csak a harmat, az kevesebb időt töltött ott, ja, ezért ja, ja, több ja, ideje volt nagyobb megnőni. Vagyok, persze. Én pedig maradtam 164, az aha, fixen, nem lehetett tök felállni, logikus, mert egy padlásszobában nőttünk fel ketten, viszont ez ilyen kacskaringos volt, tehát nem láttuk egymást, csak hallottuk. És én őszintén szóval nagyon haragudtam a harmatra az elején, mert a Barbie részemet fel kellett bontani, és oda ment az ágya. De most már megbocsátom a Barbie-ait. Megbocsátom most már ezt neki. De hogy pontosan ezért, mert hogy nagyon-nagyon szorosan, tehát mi a családban úgy voltunk, hogy tényleg így nőttünk fel mindenki, hogy pontosan ezért nagyon szoros a viszony, és tartjuk a kapcsolatot persze. Harmat? Hát igen, ugyanúgy szorosan tartjuk a kapcsolatot. Át szoktam menni hozzá, szoktunk filmet nézni, mesét nézni, főzőcskézni, beszélgetni. Ilyen kis csajos dolgok, és nagyon-nagyon szeretem, hogyha nála vagyok. Mennyire, ezek szerint nagyon figyeled a nővéred igen, karrierjét, húzó erő számodra? Van, amit kifogáson és maximálisan elfogadsz tőle? Van, amikor esetleg negatív kritika is megfogalmazódik benned? Nekem teljesen húzóerő a Gyopi. Nekem annyira egy támasz, hogy itt van, és tudom, hogy bármilyen témában van kérdésem, vagy elbizonytalanodok valamiben, tudom, hogy számíthatok rá, és nekem teljesen egy óriási nagy segítség, és hát nagyon szeretem a kis nővérkémet, szóval. Minden tök jó. Kikerekedett a szemed, meglepődtél ilyen érzelmi kitöréstől? Nem. A hangszínen lepődte meg. De jó volt. És te mennyire figyeled a harmatnak az alakuló karrierjét, a tudását? Hát mind az öt szemem rajta van. Szoktad tanítani? Én ezzel óvatosan bánnék, így ezzel a megfogalmazással is, hogy tanítani, mert szerintem a harmat, én azt állítom, hogy ez sokkal-sokkal tehetségesebb, minden elfogultság nélkül, mint amilyen én voltam az ő korában. Tehát én amikor annyi idős voltam, mint ő, fogalmam nem volt azokra a dolgokra, amiket ő most így a kis ujjából kiráz. És jó, de azért is van, mert itt van mellettem, és segít. Hát nyilván, persze. De nem, de hát tényleg ez... Jó, van harmadik. Azért, mert itt voltam mellettem, én nem voltam ott, én mit tudom. Ezt meg kell tanulni, hogy valaki születik vele, és ez egy nagy kincs, és ezt neked is tudnod kell, szerintem. Na, te is ugyanúgy születtél vele, Gyopi. Tehát ne akar nekem... Lehet vitázni, tényleg, lehet vitázni, pláne ilyen szép kérdés. Nem, tényleg, nekem ez itt egy nagyon nagy segítség volt, egy itt volt, ezért is lehet, hogy kicsit magasabban tartok, mint ahogy ő ahol tartott 18 évesen. Hát mert neked volt nagyon kedves megfogalmazás, de azért szerintem az embernek az annyira láss tisztán, hogy ez van, akiben ott van mindig, és ezért is nekem nem kell segítenem neki semmiben, nem kell tanítanom semmiben, mert ő úgy kerek, ahogy van. Én csak maximum egyengetni tudom hátulról, vagy támogatni, vagy ha elbizonytalanodik, akkor segíteni, mert érzékeny lelke van, és ezért szüksége van a támogatásra. Ilyen szempontból én bármikor ott vagyok neki, de én ilyen, tehát hogy tanítani én már nem tudom. És ha már a lelket említetted, hogy érzékeny, azért ezt is trenírozni kell egy előadó művésznek. Te hol tartasz ebben a folyamatban? És mit tudsz tanítani harmadnak, illetve te mit tanulsz Gyopitól? Én tudom, hogy az ő korában én... Először beszéljünk rólad. Jó. Én ott tartok, hogy én egyébként nagyon büszke vagyok magamra, hogy ki tudom zárni kellőképpen az embereket, és ezt a jó értelemben szeretném mondani. Tehát helyén kezelem. Tehát, hogy helyén kezelem a kritikát. Szerencsére azért már
már 18 éves korom óta, kb. 17 éves korom óta dolgozok, úgyhogy már felfejlődtem annyira, hogy ezt tudjam kezelni. Még akkor is, hogyha nagyon nagy mértékben van. És ilyenkor azért egy kicsit mindig magában néz az ember, és... Mert mint támadásra gondolsz, hogy nagy mértékben van? Igen. Még akkor is, hogyha nagy mértékben van, de hogy én tényleg büszke vagyok azért magamra, hogy még egy ilyen helyzetben is azt tudom mondani, hogy kicsit belülre koncentrálok ilyenkor, és a tényleg fontos, valós dolgokra figyelek oda. És ilyen szempontból ezért nincsen problémám. Mert tudom, hogy akik ott vannak mellettem, azok szeretnek, és hogy azok az emberek, akik pedig jó szándékúak például, vagy olyan környezetben nőttek fel, mint mondjuk én, azoknak eszükbe sem jutna mondjuk megbántani szándékosan valakit. Ezért is mondom, hogy én nagyon szívesen fogadok minden típusú kritikát, addig, ameddig abban van ráció. És a harmat pedig, neki ez lesz nagy feladat szerintem, mert neki pontosan azért tud ennyi érzelmet átadni, mert nagyon érzékeny a lelke, és nagyon-nagyon sok mindent be tud fogadni az emberektől. Ez nem mehet a szakma rovására? Hogyha egy picit az érzelmi amplitúdót lefogják, akkor esetleg kevesebbet tud a színpadon mutatni? Abszolút jogos a felvetés, de én szerintem az egyensúlyt meg lehet találni, tehát hogy meg kell tanulnod, hogy mikor csukod be és nyitod ki a szívedet. Tehát arra a pillanatra te kinyithatod a szívedet, pont azért, hogy őszinte pillanat legyen, viszont azonnal utána be kell csukni, mert akkor már veszélyes számodra. És szerintem ez az egyik legfontosabb dolog a mi szakmánkban, hogy ezt az egyensúlyt megtalálni, mert különben ezek az állandó fentlentek, azok megőrítenek. Te meg most még nagyon sokat vagy fent? Elsősorban fent? Igen, határozottan igen. Én eléggé naívnak tartom magam, tehát hogy pont ezért megpróbálom mindenből a jót kihozni és a jót látni. Van, hogy nem veszem észre a hátteres dolgokat, tehát hogy ezért is nehezebben fogadom el, hogyha valaki ilyen durva vagy negatív dolgot lök hozzám, ezt én nehezebben dolgozom fel sokkal. És nekem igen, pont ezt szeretném megtanulni Gyopártól vagy az élettől esetleg, hogy én ezt dolgozzam fel, és hogy menjek ezen tovább, és oké, meghallgatom, de nem rekedek benne, hanem próbálom ebből is a jót kiszűrni, a többit meg elengedni. Nagyon sok sikert kívánok mind a kettőtöknek a továbbiakhoz. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen.